minél hamarabb legyen tollunk. Isten, van macska is. Itt egy alma, az jó lesz nekem. Kezdtek én is éhe... Ja nem, az előbb volt a méhes, már nem. Itt az alma a földön, és nem tudom felvenni. Na jó, nem húzom az időt tovább. Csirke. Van ilyen kék virág, felszedjem? Kék virág? Ha? Nem a indigo, véletlenül. Hidroenga. Hidrangea. Fogalmam sincs, hogy ez mi. Ja, az szerintem csak a extra biomes XL-es virágja, nem jó semmire, csak szép. De kár. Te csak arra csirkét láttam volna, nem? Az is szarvas van rá. Ez azért nehéz összetérni. Szarvas van! Oha! Fuck! Úristen! Hú, ez ijesztő volt. Úristen! Úristen, segítség. Menekülök. Úristen, ez egy zsákutca! Peter? Vagy Enderman? Mindegyik. Meg ne hagyj. Úristen! Zsákutca. Hagyjál békén! Úristen. Meg ne hagyjál, ott van nálad egy csomó nyersanyag. Oké, megvan. Már csak zombi van, azt könnyen legyűröm. Csak zombi! És ezek agyas zombik ráadásul. Vörös szemű agyas zombik. Isten. És nagyon ijesztően néznek ki. Gyarszol. De hasznosak. Olyat öltem meg én is? Lehet, hát vörös szeme van különös ismertető jelként. Hú, nem is figyeltem. Láttam, hogy zombi, azt elütöttem. Gyerekriper, gyere még, jó hülye vagy. Csirkét is kezd idegesíteni. Na jó, még ezt a barlang részét kibányászom, utána megyek fel, nem kockázhatom tovább a sorsot. Főleg, hogy kezd esteledni. Meg az inventorim is tele van mindenféle lószarral. Lehet, hogy közben elveszek. Hú, de hol vannak a csirkék? Hát ilyen nincs. Figyeld meg, egyszer csak el fogunk indulni egy irányba teljesen másért. És lesz, a... egy egész csirkerét lesz. Egy egész csirke hadsereg. Igen. Én tudom, ők elrejtőztek ilyen gerilla hadműveletet majd végre rajtunk, én tudom. Igen. Ismerem már ezeket a csirkéket, nagyon veszélyesek. Mindig át akarják venni a világuralmat, de... nagyon kevés múlik hozzá, de sikerül megakadályoznom. Csak az a baj, hogy nem fogom tudni megakadályozni, mert nincs atombomba. Te vagy éjszakánként a csirkeülő ember. Igen. Hát ez így nagyon nem jó. Nem tudom, itt a havas környéken szoktam egyébként csirkéket találni, úgyhogy szétnézek itt is. Halál komoly. Havas bájon a csirkék. Hát az én mapomon ilyen random erdős részben vannak elég sokan. Most erdőben szaladgáltam órákat, de végre disznót is találtam. Eddig olyat nem találtam. Na jó, kell a húsitok. Úgyhogy viszlát, malackák. Na jó, elég lesz egy csirke fontosabb. Na, találtam egy havas. Egy havas mélykaptárt. Úgyhogy... Vintry Heave. Majd később majd mélyészkedni akarok. Úgyhogy egyelőre csak elmentem a pontokat. Oké, felmegyek, kész, ennyi, vége, felmegyek. Rendben, akkor én indulok visszafele a ház irányába, ahova majd lesz a házunk. De egyelőre csak egy csúnyaság van ott. Visszafele. Azt hiszem, erre kell menni. Ó, úristen. Próbálj meg úgy kb. A mínusz... Nem is mínusz, uha. Ki kéne itt, jutni ebből a... Igen, tudom, itt van a bauxit, amit nem szedtem ki. És erre. Itt vannak a gombák, igen. Jó, megvan. Közben találtam én is színes gombát, de nem hoztam sokat. Úgyhogy remélem. Beragadtam egy kőbe. Áú! Ha, itt én Medov hívet is találtam. Obszidián. Lord, olyan, ilyen hát, mélyen vagyok, hogy láva szint. Jézusom, ezt nem is tudtam. Ja, ez itt tele van lávával. Van láva is. De még egyszer ki ott lávát, vagy nincsen szened? Van akkor, egy csomó szenem igazából. Akkor réges ki ott helyben vödröd. Már szedtem egyet. Ja, jó van. Találtam olajat, és egy olyan bájamat találtam, amit még életemben nem láttam. Na az olaj az nagyon jó, azt jelölt. Jéget találtam. Gletschert. Rendes jégből van. Ja, tehát nem habos. Az Gletscher. Az a Gletscher bájom, jól van. Ide írom az olaj, majd szerintem kelleni fog.
Refinery-t majd építünk és elhozunk. Nincs olyan messze egyébként. Itt viszont ilyen random égés történt a házunktól, nem messze az egyik fán. Ja, itt van a láva. Pá. Van itt láva is. Ez is megjelölöm. Minden megjelölök. Jó, jó ötlet. Láva, szép piros színnel megjelölöm. Oké, még több cukornád? Helyes jöhet. Meg tele van az inventory mindenféle hasznos és hasztalan dologgal. Nekem meg főleg hasztalannal. Mert ugye befejeztetem ezeket a sok hülye virágokat, amikre azt hittem, hogy valamire jók lesznek. Aha. Hát itt vagyunk, szerintem költözünk a kék fa mellé. Jó. Kitaláltam most ezt. Építsünk oda egy szép házat. Majd azt a kezdetleges házamat majd lerombolom. Ezt elmentem ide pontnak. Fú, itt van egy nagyon spéci virág is. Világít, vagy nem tudom, ilyen kis... Ja, az is, igen, az a kék fa része még. Igen. A velejárója, igen. Nagyon jól néz ki. Akkor elmentem a házunk pontját. Hát, ahol van itt... kék fa, ott van kéken világító virág is. Na, a koordináta az mínusz 16, 449. Jó, mínusz 16, 449. És akkor elmentem ezt a helyet is. És akkor ez lesz a kék fa kuckó. Én meg megírom a bányát. Ez lesz a házunknak a neve, egy kék fa kuckó. Jó. Na hát akkor én lerakok egy ládát, azt szerintem látni fogod. Csak szóval, mi lesz. Volt a koordináta? Elfelejtettem. Minusz 22, 447. Minusz 22, az erre van. Viszont nincsen fám. Ja, ládába hagytam. Remegyek a ládához. És akkor elhozok onnan szerintem mindent. Na jó, ennem kell, mert nem tudok futni. Aha, megvan. Ja, ez a kis fa kocka, ez itt valami? Kis fakocka valami. Van ilyen kis fakocka valami. Ja, igen, igen, igen. Ott, oda megyek mindjárt vissza. Éppen jövök feléd. És akkor amerről jövök, arra. Úristen, ez baromi gyönyörű, tényleg. Komolyan mondom. Úristen. Ja, mentél mellettem? Nem vettük észre egymást? Nem, én nem láttalak. Én sem, pedig itt aha, vagy most. Itt vagy, hello. Na, na erre van a fa. Amerre nézek. Én nagyon szemezek azzal a kis dombal ott, mint lakáshely. Az sem rossz. De nézd meg azt a kék fát, az nagyon tetszeni fog. Amerre nézek, abba az irányba menj el. Már láttam már, csak előbb le kéne pakolni, mert tele vagyok értékkel. Oké, okay, akkor szóval... kiveszek a fát és csinálok ládát. Várjál, szerintem megnézem közelebbről azt a helyet, hogy van-e lakható környezet, és közben szedek vult is, hogy legyen ágyam. Rendben, nálam van egyetlen egy darab búl. Akartam neked is szedni, de aztán elfelejtettem. Komolyan mondtam. Nos, hát semmi értelmes nincs ebben a ládában. Amit tudok, kiszedek. Jó. Sötétedik. Majd a többit azt szerintem... A többi cuccot. A többi cuccot, én majd visszajövök szerintem. Ja, itt az ágyam. Az ágyat szerintem nem veszem fel még. Szép ez az erdő. Van nálad cobblestone? Ó, egy csomó. Akkor valahova le kéne telepednünk, úgyhogy most talált ki. Hogy hova akarunk lakni? Hova akarunk lakni? Ó, hova? Hol akarunk lakni? Én szerintem lakjunk ide. Lakjunk ide? Oké. Okay. Ide egy ilyen kis teraszos házat felhúzok majd. Oké. Okay. Most agymenésem van. Igen. Egyelőre megépítem a prototípust, aztán majd meglátod, mit tervezek. Na, rendben. Ettől a helytől most megjött az ihletem. Na figyelj, csak leraktam egy dupla ládát. Abba szerintem pakolj le te is. Jó. Én nem rakok be csak fontos dolgot. Mondjuk bőr, cukornád. Ilyen lépcsős házat tervezek ide. Ilyen lépcsős házat. Nagyszerű. Egy vult is raktam be. És... gombákat, berakom a húst is. Itt rakjak még be az agyat. A faszén meg a fáki az marad nálam. Jó. Benne legyen a fa? Beveszik a fát is, mint lakótárs. Igen, szerintem lehet. Hát mire ezt kivágnánk, azt szerintem agyrohamot kapnánk. Lehet. Na, innen látszik a kék fa nálam. Ja, tényleg én is látom. Szép. Azok gondolkozok, hogy most elmenjek-e mobgyilkolásra, csak úgy.
szerezni pár alapnyersanyagot, mint például csontot, csontvázaktól. Az nálam van pár, azt hiszem. Akkor nem menjek el? Pedig valamit csinálni kéne. Mert bányászni te bányász. Jó, most veszem észre, hogy egy húsom van. Akkor... Amint úgy, hogy egy élet hús. Nem olyan hús, hogy tehet. Éjség, na ez az. Adj nekem, akkor kebezetőn csinálok kemencét, és akkor húst, sötöki neked húst. Jó. Igazából van nálam egy kemence. Hát... Ah, tökéletes. És nálam a földbe vagy. A földbe? Ugrok egyet, jó? Nem, visszasüllyedsz a földbe, de régi. És hogyha ide jövök? Itt is? Ne. Hát most megjavult, oké. Jó. Szóval... A csákány nem. Oké. Nagyjából. Oké. És akkor kell nekem kisütni pár aranyat. Dobok rád húst. Köszönöm. Csinálok még pár kemencét akkor. Lerakok egy crafting table-t. És majd szerintem felvételen kívül majd, nem tudom, amikor unatkozok, megcsinálom majd a házat. Jó van. Lerakok még pár kemencét, jó? Tudja aranyat meg ilyeneket kiégetni. Egy arany kell nekem, egy egész arany. Egy ilyen water shard. És a többit majd meglátjuk. Igazából kettő water shard, mert neked is csinálok egyet, amit most csinálok. Water shard. És akkor az mi is pontosan? Hát ilyen... kristály. Nem tudom, mennyire játszottál az előző Thumcraft-tal. Nem. A kettessel sem játszottam. Viszont akkor tényleg csinálnunk kellene egy automatic crafting table-t, és akkor én is látom, hogy mi jót csinálsz. Tulajdonképpen a shardok annyira jók, hogy craftoláshoz. Tehát igazából... Ja, értem. Várjunk, ja, automatic crafting table-t azt... Én nincs elég fa hozzá, mert... Vagy bármint csak megpróbálom megcsinálni. Igazság szerint bírek. Most csinálom, hagyjad már. Jó, van nálad fa? Van egy csomó. Akkor itt van egy crafting table, ne használd el arra a fát. Itt volt a ládába egy... Már kész van. Oké. Nem baj. Egy lépéssel előtted mindig. Jó. Okay. Kisült az egy arany, nagyszerű. És akkor, ha benne nézel... Akkor először is azt láthatod, hogy ebből gold nuggetet csinálok, illetve pálcákat. És elméletileg, ha beteszek kettőt ide, és kettőt ide, akkor van ilyen Wand of Apprentice, a másik a tiéd. Oké. Okay. És ez a környezetben lévő pozitív energiával fel is tölti magát tulajdonképpen. Au! Jövök, velem! Közös erő. Legengbengeltük. És akkor most jön az, hogy... kell table, amit nem tudom, hogy kell craftolni, megnézzük. Ah, csak sima fa. Jó, ez könnyű, akkor craftolok pár ilyet. Table, aha. És ja, igen, és ebből kettőt kell lerakni, nem? Azt hiszem, egyébként Hát tulajdonképpen... Hogy van? Van még fa egyébként a ládában, azt nézem. Jó, három table. Három table is kell? De most miért? Mi? Nem elég kettő? Nem, három kell, azt hiszem. Nem kell. Tehát, hogyha az egyiket, mondjuk még nincs végleges formációja a háznak, mindegy, leteszem valahova. Szerintem ide rakd le, nézd csak. Ide egyet, meg ide egyet. Várjunk, tehát leteszem ide egyet, és ugye megütöm a Wand of Apprentice-szel, akkor átalakul ilyen crafting table-szerűségé. Ilyen Thumi crafting table, és be is kerül a Wand of Apprentice, mert a Wand of Apprentice-ben lévő energiát használja a craftoláshoz, de ezt ki lehet venni. És ez másra is jó, az a Wand? Hát tulajdonképpen ehhez, hogy létre tudj hozni ilyen cuccokat. Aztán a következő dolog, ami nekem kéne, a Thamenamikan, ez a neve, Thamenamikan, és ehhez kell egy könyvespolc. Ha. És itt jön képbe, hogy bőr, meg fa, meg cukornád. Mennyi van belőle? Cukornádban itt van 21. Jó, abban meghagyok egyet. Fából nincs sok. Viszont nincsen tollunk továbbra sem. Bőr az van. Viszont az a helyzet, hogy csürkét tényleg el kéne kezdjek vadászni valahogy. Az a baj, mindig este van. Várjunk. Tehát craftolok egy könyvet, akkor kell még kettő. És akkor megmutatom, hogy kell a Thamenamikant csinálni, mert nagyon látványos. Ó, jól hangzik.
És akkor miért mit csinálod? Ez mert majd... egyenlőre mi csak könyves polcokra craftolunk, ja, igen, jó. Semmi extra. Tudják a nézők is. Így. Akkor egy könyves polc. Jó. És ha most ide nézel, akkor áthasználom egy könyves polcot. Ide leteszem. Megütöm a Wand of Apprentice-szel. Wow. Thamanamekan. És ez tulajdonképpen... Tulajdonképpen arra jó, hogy megmutatja a Thumbcraftos recepteket, odaadom, meg lehet nézni. És ami még villog, azt kell felfedezni először, az a researching table-lel. És ami sötét, azt majd meg később lehet felfedezni. De most azt még nem tudod megcraftolni, mert nincs felfedezve még tulajdonképpen. Igen, és megtaláltad már a gold nuggetet, ahogy látom. Table, arcane work table, azt csináltad meg. Jó, visszadobom, akkor. És akkor majd csinálok én is egyet magamnak. És akkor most jön képbe az, hogy kell egy scribing tool, azt hiszem így hívják, igen. És ez kellene a toll. És ahhoz kellene a toll meg a csáp. A csápok már vannak. Pontosan nem csáp az, hanem tintazsák. Hát igen, tulajdonképpen az. És ja, a... meg üveg, de azt mondjuk szerzek akár most is. Én viszont azt látom, hogy kezd feljönni a nap. Hát de esik, szóval igazából mindegy. Úristen, igazad van. Akkor én elmegyek vándorolni, és keresek tollat akkor. Jó, én meg hozok üveget a scribing toolhoz akkor. Na, szerintem még ilyen Survivor videót sem láttak még soha, hogy nem bányászásból áll az egész videó nálam, hanem az, hogy csirkéket keresek. Nem baj. De most szerintem ez a researching, vagy nem tudom, hogy van magyarul, mindig researchinget akarok mondani, a keresés, vagy felfedezés, ez nagyon jól meg lehet csinálni, szerintem. Igen. Ahhoz, hogy ilyen keresőtáblát, mert próbálok magyarul beszélni, ilyen keresőtáblát, hogy tud csinálni, ahhoz kell majd a... találtam a squidet, mondjuk az van. Az van. Én viszont megöltem még egy zombit, meg még egy csontvázat. Na, szerintem most jó messzire el fogok menni, mire csirkét találok, de legalább lesz. Szerintem lehet, hogy ez a bajom. Bajom nem tetszik a csirkéknek, azon gondolkozok. Bár csak a birkák itt jól érzik magukat, akkor nem tudom. Cukornád az ilyet minden mennyiségben, ugye? Az, igen. Nem még találtam egy kicsit. Legalább a csirkéknek a hangját hallanám, de még az sem. Viszont ez az eső, ez nem tesz jót a egészségemnek. Hm. Ez a sok zombi, meg csontváz. Próbálok akkor én is ízét keresni. Találtam tököt, el is hozok. Oh, hello! Komolyan egy másodpárhuzamosan mentünk egy idáig. Ez mert itt voltál? Vagy látsz hát engem? Ez előbb láttam a neved. Igen. Már elmentél, nem tudom. Ja, de ott vagy. Jó, látlak. Lehet, hogy egy irányból... Ja, látlak most már. Van tök, sőt, van cukornád, nézd csak mennyi cukornád van, nem tudom, erre akarsz most te is jönni? Ja, látom cukornádokat. Na, akkor én visszamegyek a házhoz, egy rész megjelölöm waypointtal, másrészt meg elkezdek dizájnolni egy kicsit. Jó van. Én már megjelöltem, úgyhogy nekem ez a waypoint az nagyon alap. Fú, ne tudd meg, hogy tudok haragudni, amikor szerveren írják, hogy meghaltam. Ez meg mi? Itt épész vissza. Nem tudom, hogy hol lakok. Pedig... Ez meg mi? Leaf pile. Hogy néz ki? Hát ilyen a földön van, és fel lehet szenni, mint egy izét. Találtam még egy méhkaptárat, de ezt nem jelölöm meg. Ilyen már van. De annyi birka van, ja, akkor szerzek neked izét. Volt. Nekem már van 4. Ja, van. És ez nád. Megtaláltam a falusiakat. Jézusom, mi ez? Cattail. Megtaláltam a falusiakat, náluk általában szokott lenni toll, úgyhogy ugye megnézem. Szokott lenni a falusiaknál toll? Ilyen rejtett ládákba. Toll. Falusiak. Ho-ho-ho. Lapjuk ki a falusiakat. Jéj. Főleg, hogy senki sincs itthon. Elköltöztek. Bútorok sincsenek. Süres. Itt vannak. Elhagytam a házunkat.
Ne. Napcukornád. Nem emlékszem, mit mondtam? Hogy is mondtam? Minusz 70? Viszont a bánya meg van jelölve waypointtal, hogyha elmegyek odáig és onnan a házhoz, azt már tudni fog. Hú, de érdekes fa van. Na, ezen be fogsz halni. Szóval a fa, az óriás fa, tehát az óriás fenyőfa, ránőtt a farmra, és konkrétan a törzsei letört a farm miatt. Lord. Tehát levegőben van az egész fa. Szép. Tök reális az egész. Hol vannak a bejárati ajtaja? Megőrülök. Törj be! Ez eszembe se jutott eddig még. Haha, de cselesek. Egyetlen egy bejárati ajtó van. Ja nem, itt van a másik. Ezt még nem találtam meg. Most nekem fát kéne vágni. Hol van a láda? Van a ház. És azon gondolkodom, hogy neki esek egy ilyen basszus, de nagy fának, vagy inkább maradjak az ilyen pitianereknél. Hát, hogyha kivágod az egész nagy fát, akkor korrekt a dolog. Hát, tehát ilyen nekiesek szerintem egy ilyen basszus, de nagy fának, és akkor meglátjuk, mi lesz. Hát eddig sikertelen a falusiak kifosztogatása, mert még nem találtam ládát. Viszont itt tuti valami értékes van, mert 8-an állnak sorba egyetlen egy ajtóhoz. Ez jó. Nem tudok bemenni akkor a tömeg, de ahogy láttam, üres a ház. Nálad van az összes kő, mi? Kő? Fel kell szennem a házból 3-at. 40 van nálam. Még egy kis sóder. Ez nagyon kellemetlen a dolog, hogy semmit nem tudok ellopni. Pedig érzem, hogy valamit rejtegetnek. Aha, itt van egy crafting table. Tehén, az lenyíl. Igen, az ajtó sóderrel van elzárva. Tudják, hogy jössz. Van egy csomó izéjük, bookshelfjük, elhozzam. Az jöhet. Az jó. Hoppá, könyveket kaptam bookshelf helyett, de az is jó. Az is jó, igen. Majd lesz linking book, meg descriptive. Igen. Sőt, most sikerült felfedeznem, hogy a linking bookkal lehet világok. Tehát egy világban is